Szép napot kívánok! Mai ismeretünk szerint világunkban sok mindenből sok van, de talán igazságból van a legtöbb. Mindenkinek megvan a maga igaza, a saját különbejáratú véleménye, a maga valósága. A világ viszont nem csak fehér és fekete, nem csak jó és rossz. A dolgok, a történetek sokféleképpen, sok szögből nézhetők, láthatók és láttathatók. Erre teszünk ma újra kísérletet a Klikkaut Sokszög című műsorában. A lelki vezető alakja nagyon régi az egyház életében. Tág és általános értelemben visszavezethető magára Jézus Krisztusra és az apostoli korszakra. A lelki vezető tehát az a személy, aki jól ismeri Isten útját, akinek megnyitjuk a lelkünket, és aki az Istennel kapcsolatos dolgok tanítója, tudója. A keresztény lelkiség Jézus Krisztus követésének tapasztalatából fakad, amelyet átjár a kegyelem ereje. Három lelki vezetőt, gyakorló lelkipásztorokat hívtam ma beszélgetni a sokszög asztalához, arra a kérdésre keresve a választ, hogy vajon mennyire és milyen formában van jelen a megélt hit a mindennapjainkban, egyházi és egyéb kisebb és nagyobb közösségeinkben, családjainkban. Nagyon megtisztelő és roppant mód örülök, hogy elfogadta a meghívásomat Zsidó János katolikus esperes, Nyékvárkony nagyközség plébánosa, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Vámos Béla református tiszteletes, mentálhigiénés szakember, egyetemi oktató, a Felsőpatonyi Református Egyházközösség lelkipásztora, áldás békesség. Istennek dicsőség. És Nagy Olivér, evangélikus lelkész, az Alsószeli Evangélikus Egyházközség lelkipásztora, Erősváram Istenünk. Erősváram Istenünk. Nagyon köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, elfogadtátok a meghívást, és rögtön az elején egy bemutatkozásra kérnék mindenkit. Kinek hol kezdődött az elhívása, meghívása Isten útjára, hol folytatta tanulmányait, és milyen egyház közösségekben, községekben teljesített szolgálatot. Rangidőssel, Zsidó János atyával kezdenénk. Talósi születésű vagyok, Galanté gimnáziumban, Galanté Magyar Gimnáziumban érettségiztem, és a pozsonyi katolikus teológián végeztem. 77-ben szenteltek pappá, tehát 48. évem megy a szolgálatban. Hát lényegében Csallóközt végigjártam, Komáromban voltam káplány 2 éven keresztül, aztán Bősön voltam 14 évet plébános, Dunaszerdahelyen 7-et, Félben 20-at, és most 5. éven megy Nyékvárkonyban. Köszönöm szépen, atya. Hát azért a mi ismerettségünk az oda vezetett, hogy minisztránsa voltam atyának, és bár most így a műsor elején még a tegeződés is fel lett ajánlva, ez még nekem azért nehezen megy, úgyhogy majd próbálok ebbe is hozzászokni. Időrendi sorrendben Vámos Bélával mi egyidősek vagyunk. Itt is van egyfajta kapocsi, szüleink egy üzemben dolgoztak, és mi a megboldogult előző rendszerben, még pionírtáborban is voltunk közösen. Viszont a lelkészi pályádról, én megmondom őszintén, az elhívásodról azért kevesebbet tudok, másfelé vitt minket az élet. Hogy kezdődött nálad az elhívás? 11-en konfirmáltunk annak idején az alistáli református gyülekezetben, és az akkori lelkészem, professzor dr. Peres Imre közvetlensége nagy hatással volt rám, és aztán édesapámék elkezdtek gazdálkodni, elsőként vették ki a földeket a szövetkezetből, kapták vissza, és akkor még volt bennem egy nagy kérdőjel, hogy gyakorlatilag mi az én utam, de azzal együtt, hogy kaptam egy külső felkérést, megszólítást a lelkészemtől, azzal együtt belül is elkezdődött egy ilyen folyamat, egy érés, és én akkor már egy imádkozó fiú voltam, tehát azt gondolom, hogy a csoportunkban én komolyan vettem ezt, és kaptam egy belső elhívást egészen egyszerűen. Hosszasan ezt most nem fogom kifejteni, de valahol így kezdődött, és aztán Komáromban végeztem a teológiát, akkor még Kálvin János Teológiai Akadémia volt, ami az elődje volt a Sej János Egyetemen a teológiai karnak, és hát így gyakorlatilag. És most Felsőpatonyban vagyok a Református Egyházközségben, most már 22. éve,
van egy 19 éves fiam, egy kicsit gondolkoztam rajta, éppen most lesz jövő héten, meg egy 16 éves fiam, feleségem nagyudvarnoki származású, mi a dunaszerdei református templomban találkoztunk, ahol időközben segédlelkésze voltam Görözdi Miklós néhai esperes úrnak, és még ezt megelőzően a teológia befejezését követően néhai dr. Molnár Jánosnak voltam asszisztense, vagy tehát, hogy segítettem neki ott a teológián, és ezzel együtt pedig a rétei és a szenci boldogfai gyülekezetet ben szolgáltam. Ez leginkább abban merült ki, hogy Isten tiszteleteket kellett mennem tartani, és mindemellett pedig még Komáromban laktam egy évet a teológia befejezése után, mert kollégiumi lelkészséget ajánlott föl nekem Molnár János, dékán úr. Gyakorlatilag ezt tudom. Ezért tanulták külföldön, még azt azért tegyük hozzá. Igen, a negyedik és az ötödik év között én Gießenben voltam a Freie Theologische Akademien, mert azt gondolom, hogy a fő profilom akkor is már a gyakorlati teológia volt. Egyébként is egy gyakorlatias személynek tartom magam, és interkulturális kommunikációt tanultam, illetve missziológiát. Néha beültem egy-egy etika előadásra is. Aki viszont a legmesszebbről származik, evangélikus lelkészünk Oliver, te a keleti végekről csöppentél ide, de nem most történt, Alsószelében már jó ideje ott vagy. Ez így igaz, 2006 óta szolgálok Alsószelében. Pozsonyban végeztem a Komenszki Egyetem evangélikus hittudományi karán. Ugye ide jártak a legnagyobb szlovák nemzetébresztők is, és itt tapasztaltam először a kisebbségi lét örömeit és gondjait is egyrészt. Másrészt viszont ez egy óriási felkészítés volt számomra a lelkészi hivatásban, azon a téren, hogy azóta, amióta elvégeztem az egyetemet, két nyelven szolgálhatok, de igazából a magyar nyelvű szolgálat vagy lelki gondozás számomra, ha lehet azt mondani, prioritás, tehát ez nem azt jelenti, hogy a szlovák hívőkkel én kevesebb kapcsolatot tartanék, viszont úgy hozta az élet, illetve nevezhetjük ezt isteni akaratnak is, hogy már 18 évesen, néhány héttel a teológiára való felvételemet követően a Pozsonyi Magyar Evangélikus Gyülekezetben szolgálhattam, és végig a teológiai évek alatt mentem különböző helyekre, ahol éppen magyar nyelvű szolgálattevőre volt szükség. Így gyakorlatilag ez alatt a néhány év alatt megismertem az evangélikusok helyzetét a felvidéken, ami aztán jelentős mértékben megkönnyítette a helyzetemet. Majd az egyetem elvégzése után 10 hónapot töltöttem Dunaszerdahelyen egy kötelező gyakorlat révén. Nagyon megszerettem a várost és az itteni embereket. Bodrog köziként itt Csallóközben, és ezt követően 2006-ban kerültem Alsószelibe segédlelkészként, majd a gyülekezet már két alkalommal megválasztott lelkészének. Viszont azt tudni kell, hogy két éve, tehát a tavalyi évben, vagy évtől az egyházunk kinevezett a felvidéki magyar evangélikus sok lelki gondozásáért felelős lelkésznek, tehát most már gyakorlatilag legálisan folytathatom azt, amit az elmúlt két évtizedben néha ilyen bozótharcként vagy partizánként kellett elvégezni. Isten akarata volt, hogy Dunaszerdahelyen találkozunk, mindenkinek van kötődése a városhoz, kinek egy református templom, kinek egy 10 hónapos gyakorlat, és atyának pedig ugye itteni esperes plébánosi szolgálat is. Atya, én azt gondolom, hogy egy picit rakjuk képbe, és ugyanúgy a tiszteletes jelenlévő társakat is arra kérem, hogy picit Szlovákia viszonylatában, vagy felvidék viszonylatában, mi magyarságunkról, erről a közel félmilliós magyarságról, mondjunk el egyházi vonatkozásban néhány dolgot. Tehát a legnagyobb felekezet Szlovákiában az a katolikus felekezet, és a szlovákiai magyarok zöme is ide tartozik. Hát sajnos 6 egyház megyébe vagyunk szétosztva. Tehát, hogy sorba szedjük, ugye Pozsony, Nagyszombat, Nyitra, Beszercebánya, Rozsnyó és Kassa, és mindegyik más. Tehát mi itten, de a Nagyszombati Egyházmegyében talán legtöbben vagyunk magyarok, a 10 esperességből 5 olyan, ahol többségben vannak magyarok.
itt a püspök is jól beszél magyarul, Orosz János érsek. Tehát itt viszonylag nincsenek problémáink, így mondhatnánk. A problémánk inkább az, hogy kevés a magyarul tudó lelkész, és vannak olyan közösségek, ahol már szlovák, vagy pedig hát magyarul úgy, ahogy beszélő plébános van. De árébb megyünk, mindenütt más a helyzet. Ugye a legnehezebb a Rozsnyó, Gömör, ott hát a történelmileg visszanézünk, Gömör sose tudta kitermelni a maga papságát. Mindig máshonnan hoztak papot. Tehát a két világ, vagy abban az időszakban, amikor a Magyarországhoz tartozott a terület, akkor a Esztergomból valakit kidobtak, mert mondjuk két vagy három vizsgája hármasra sikerült, akkor Esztergom elküldték, hát a rozsnyói püspök két kézzel megragadta őt és vitte Rozsnyóba. És a kommunizmus hát ez még rosszabb volt, hogy numerus clausus volt, pontosan be volt osztva, hogy melyik egyház megye hányat vehet fel. Rozsnyóból, Rozsnyónak a én időmben négy helye volt, egyetlen egy jelenkező nem volt Rozsnyóból. Tehát általában a Kassa egyházmegyéből, ahol sok volt a jelenkező, hát szlovákok jelenkeztek át, és hát mivel oda jelenkeztek, oda tartoztak, ott kellett működni is. Így aztán az a szlovák fiatal pap, aki otthon megszokta, hogy a pánko az a minden a faluba, akkor bekerül egy ilyen közösségbe, ahol hát üres a templom, roskadozik a templom, roskadozik minden, anyagilag csődben van minden, hát nincs nagy kedve ilyen helyen működni, próbálnak megszökni, valahogyan más irányba menni. Nem egy lukratív hely ilyen értelme szolgálata. Tehát most is ott van, hogy a fele plébánia az magyar lenne, de a lelkészek száma talán 10-15 a magyar. Tehát általában szlovák lelkészek működnek, ahol van egy jó lelkű lelkész, aki hát megpróbálja elolvasni magyarul, de hát van olyan hely is, ahol az a magyar misa, ahol magyarul lehet énekelni. Összes minden szlovákul megy. Hát a Kassa egyház megye, ugye az egy élőbb közösség, ott van elegendő pap is, és hívő is van elegendő. Ha jól emlékszem, 2008-ban volt ez a felosztás. Igen, 2008-ban, mint a szalámit felosztottak minket. És az a vágyakozás a katolikusságnak, hogy legyen egy magyar egyházmegye, az mind a mai napig igazából az imanapok hát témája. Komárom imanap, de hát reálisan kell gondolkodnunk, hogy ebből valószínűleg nem lesz semmi. Inkább magyar püspökben gondolkodnánk, és az én merész elképzelésem az, hogy tehát minden püspökségben, ahol a szlovák a püspök, van magyar helynök, aki egy bizonyos jogkörrel rendelkezik csak. Tehát az lenne az én elképzelésem, meg sokkal elképzelés, hogy ezek a magyar helynökök segédpüspökkel lennének felszentelve, és nagyobb jogkörrel rendelkeznének, általános helynökök lennének abban az egyházmegyébe, és akkor meg tudnák szervezni a magyar közösséget. Tehát én Szenc környéken működtem 20 éven keresztül szlovák papokkal, akikkel jobban voltam, ők is csodálkozva kérdezték, hát mit akartok ti magyarok? Hát van magyar mise. Sőt, ha elmegy a püspök, szlovák püspök, akkor a bírmálás végén még magyar himnusz is van. Hát mit akartok még? Tehát mindentek megvan. Hát mi nem csak ezt akarjuk, mi azt szeretnénk, hogy megszervezzenek minket, hogy kezdve a hitoktatástól kezdődően, a minisztrás táboroktól kezdődően, ifjúságot táborik, és itt tovább minden legyen. Hát valami van, de az csak a partizánkodás valójában. Úgyhogy az lenne jó, hogy hivatalosan és anyagilag is támogatva lennének ezek a kis közösségek. Azt szeretnék, ez kellene viszont püspök, aki irányítaná a dolgokat. A reformátusok ilyen vonatkozásban, bár azt is el kell mondanunk, hogy fogyott a magukat katolikusnak vallók számaránya a 2021-es népszámlálási adatok tükrében, és ugyanez mondható el a református számarány tekintetében is. Körülbelül olyan 85 ezer magyar reformátust számoltak össze nagyjából, és azt szokták mondani, ez a legmagyarabb felekezet. Bár itt is vannak azért szlovák testvérek. Így van, hát a Szlovákiai Református Keresztény Egyház szintén egyházmegyékben működik, 9 egyházmegyében, ebből 2 a keleti végeken szlovák javarészt, tehát ott is vannak azért kétnyelvű szolgálatok, istentiszteletek, de ebben a 9 egyházmegyében ugye 9 esperesnek a vezetésével, majd a püspök és a püspök helyetteseknek a vezetésével és a zsinat
vezetésével zajlik az egyházunknak az élete. Géresi Róbert most jelenleg a püspök. Igen, és... Rimaszombat amúgy ilyen értelemben, hogy van a keleti és a nyugati oldalnak, ott van a zsinat központja, jól gondolom? Igen, hát ez egy értelmes dolog, mert hogy éppen az ország közepén van. Komárom és Rimaszombat ilyen tekintetben kiemelkedik, mert hogy mind a két helyen vannak olyan egyházi intézmények és irodák, irodahelységek, ahol gyakorlatilag az egyházi élet koordinálva. Komáromi járás a reformátusok tekintetében egy nagyon erősen képviselt. Igen, mert hogy talán ott van a legtöbb lelkész és református gyülekezet a komáromi egyházmegyében. Ott van egyébként, az egyetem is amúgy? Ott van az egyetem is egyébként, és egyébként 300 gyülekezetben szolgál 180-200 lelkész az egyházunkban. Itt van utánpótlás lelkész tekintetben? Mert ugye itt az atya említette, hogy a katolikus papság ilyen vonatkozásban magyar szempontból válságban van, református elhívások, tehát magyar elhívások vannak? Vannak, viszont az utóbbi években próbáltunk erre a teológián is hangsúlyt fektetni, illetve Somogyi Alfréd dékán úr Lévai Attillával együtt, dékánhelyettessel, korábban ő volt a dékán, most elég nagy hangsúlyt fektettek az utóbbi időben arra, hogy megszólítsák a gyülekezeteket, akár újsághasábjain, akár személyesen, vagy különféle egyházi fórumokon, mert hogy nem egy nagyon vonzó életpálya modell református lelkésznek lenni. Miért? Annak ellenére, hogy hallom például katolikus ismerősöktől, barátoktól, ugye mondják, hogy ti legalább nősültök, van család, tehát ilyen szempontból azért elnézésre ezt mondom, de egy ilyen nagyobb támogatói rendszer tudott lenni az embernek, egy szolgálónak a háta mögött. Nagyon sokféle összetevője van ennek, én azt gondolom. Lelki értelem, külső, megfogható anyagi dolgok, vetületek is itt képbe jönnek ilyen tekintetben. De azt gondolom, hogy aki kap egy belső elhívást, az nem erre tekint, tehát nem a külsőségekre, hanem az mindenképpen ezt fogja választani. Egyébként most én azt érzékelem, éppen országos lelkész továbbképzőn voltunk, hogy jelen pillanatban az utóbbi években sok fiatal lelkész állt be a szolgálatba. Ti vagytok szerintem, Olivér, a legnehezebb helyzetben. Noha az evangélikusok számát tekintve a második legnépesebb felekezet Szlovákiában, ahogy néztem a népszámlálási adatokat, de a magyarok tükrében ez egy 10 000-es magyarul beszélő evangélikust jelent, és szétszórtan élnek az országban, úgyhogy egy elég nehéz helyzet. Az előbb már kezdted említeni azt, hogy egy olyan fajta elhívásod is van, hogy mindezen közösségeket egybe kapcsolni. Mik a ti gondjaitok? Hát ugye a földrajzi határokon sajnos nem változtathatunk. Mi két egyházkerület területén és 8 egyházmegye területén élünk, Pozsonytól egészen Nagy-Tárkányig. Ez nagyon szétszórt. Tehát ez egy 500 kilométeres vonal, ugye légvonalban. Másrészt ugye tényleg kisebbség vagyunk a kisebbségben, szórványban dolgozunk, illetve szolgálunk, viszont azt meg kell említeni, hogy vannak magyarul jól beszélő lelkészeink. Szlovák nemzetiségű. Szlovák nemzetiségű lelkészeink, és a határon átszolgáló magyarországi lelkészek, tehát a Magyarországi Evangélikus Egyház nagy figyelmet fordít a magyar nyelvű lelki gondozásra. Azt úgy képzeljem el, hogy Magyarországról mondjuk Beretkére átjön valaki, és tart egy evangélikus istentiszteletet? Igen, vagy például Dél-Komáromból Révkomáromba akár, és említhetnék más példákat is, viszont való igaz, hogy hiányoznak a szolgálattevők. Egyébként utána néztem én pontosabban ennek a létszámnak. Mennyi? És a népszámlálást követően írtam a statisztikai hivatalnak egy e-mailt, hogy mi lenne, ha a nemzetiségi arányokat felekezeti alapon is meg tudnák becsülni, és ez alapján jött az ki, hogy 7500-an vallották magukat evangélikusnak a magyarok közül, tehát akik a magyart írták be első helyen a nemzetiségként. Hát ugye ez akkor, ez nem, mégsem 10 000, de ugye ha az arányokat vesszük, akkor igen, mi magyarok nem igazán rúgunk labdába a szlovákiai evangélikus egyházon belül. Viszont azt látom és érzem, hogy ott, ahol
minőségi anyanyelvi szolgálat zajlik. Lásd Gömört, ugye, ahol eredendően a legtöbb magyar evangélikus él, és annak ellenére, hogy ugye annak a régiónak megvannak a különböző gondjai, ott Lóczi Tibor Budapesten végzett, de Sajó Gömöri missziós lelkésznek köszönhetően egy nagyon érdekes ébredés indult el. És látszik ez abból is, hogyha van ehhez megfelelő infrastruktúra, és azt kell, hogy mondjam, laikus szolgálattevők is elnézést a kifejezésért, tehát nem végzett lelkészek, és van igény a hívők részéről, akkor ez nem egy veszett ügy és veszett helyzet, és végül is az egyházvezetésen is azt látom, hogy ezt belátták, és ahhoz képest, amik itt az elmúlt évtizedekben zajlottak, ahhoz képest könnyebb velük megtalálni a hangot, és ezt nagyon pozitívan értékelem. Támogatóbb most már az evangélikus egyház így a magyar hívőkkel szemben, mert én nekem korábban azt hiszem van olyan olvasmány élvényem, hogy eléggé komolyan asszimilálták, tehát volt egyfajta egyházon belüli nyelvi asszimiláció is, de lehet, hogy rosszul tudom. Igen, sajnos ilyennek is tanúi lehettünk, meg egyéb atrocitásoknak is. Bízom benne, hogy ez a kérdés már a múlté, ugyanis a két egyházvezetés 2021-ben asztalhoz ült, és három napon keresztül próbáltak megoldást találni a nyitott kérdésekre. Maradtak még, és véletlenül ennek lesz folytatása a következő évben, ugyanis a szlovákiai evangélikus egyházon belül most tisztújításra kerül sor, bár egy kicsit ugye formálisnak látszik az egész, mert egy-egy jelölt jelentkezett, vagy méreti meg magát, viszont van itt egy másik olyan tényező, amely befolyásolhatja a közösségeink jövőjét, ez pedig a gyülekezetek átszervezése. Tehát itt összevonásokra kerülhet sor, és nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ha már létrejön egy ilyen összevonási kényszer, akkor a magyar közösségeket lehetőleg magyar közösségekkel vonják össze, hogy még véletlenül se szűnjön meg az anyanyelvi hitélet egyik településen sem. Jelenleg kb. 25-28 településről beszélünk, és jó lenne, hogyha ez megmaradna. Azt hiszem, hogy abban mindannyian megegyezhetünk keresztjén felekezeten belül, hogy az anyanyelv használatának a hitéletben egy alapvető fontossága van. Tehát az, hogy az ember a lelkiségét megélje, bizonyos, hogy megteheti ezt idegen nyelven is, de a leginkább közelinek az imádságban azt a nyelvet érezzük, amely az anyanyelvünk, amelyet a legjobban tudunk. Hát így van, imádkozni, vagy számolni, mindenki az anyanyelvén tud legjobban. Meg még álmodni hozzá, ezt igen, is szokták mondani. Hát ilyen szorván területen ott azért a hívek, tehát magyar hívek panaszkodnak, hogy jó, meghalljuk, megértjük, hogy miről van szó, de úgy nem érezzük magunkének az egészet. Mi akkor érezzük magunkének, hogyha magyarul halljuk. Például Eberhard esetében most hol volt atya nemrégiben reggeli magyar misét tartani most? Dunajszkaluzsnál misért. Misért torcs, igen. Hát egyetlen egy magyar misa van évente, az a búcsúkor, Nagy Boldogasszonykor, 7:30 reggel. Volt német is, de német megszűnt, mert nem jártak rá. Hát most jó pár éve engem hívnak az ottani domonkosatyák erre a egyszer magyar misére. És hát én próbálom terjeszteni a gondolatot, hogy jöjjön mások is, hogy legyen tele a templom. Mert míg tele van a templom, addig nem mondják az atyák, hogy ez most már nem kell. Mikor látjuk a tele templom, akkor azt meg erre szükség van. Hát most is úgy 3/4 volt tele. Hát a helybeli magyarság az nagyon kis létszámú, de a környező falukról mindenhonnét jöttek, tehát a jó érzés volt, és hát kicsit magyarkodtunk, így lehetne mondani, ugye Szent István, magyar himnusz, hát viszont minden volt, ami kell, hogy kicsit a magyarságunkat erősítse, és a legkisebbeinket gyógyítsa. Hát remélem, hogy jövőre még többen leszünk. Nem titkolt szándékom volt az, hogy arról is beszéljünk most már, hogyha így az egészet látjuk, tehát mondjuk a felvidék vonatkozásában végigvettük az evangélikus, a református, a katolikus problematikát. Igazából én most már a saját közösségeinkre, ki hol szolgál, ugye itt Alsószeli, itt már a felső Csallóközhöz tartozni kezdő Felsőpatony, a betelepülések vonatkozásában talán már el is mondhatjuk ezt, hogy itt is erős szlovák invázió indult meg, tehát hogy más nyelvű népek is érkeznek ide, vagy egy egészen magyar Nyékvárkony, vagy többségében magyar Nyékvárkony esetében. Én azért arra is rákérdeznék, hogy az elmúlt
népszámlálási adatok alapján nagyon sokan vallották magukat vallás nélkülinek, 23,8%, és ez egy olyan dolog, amihez még hozzájön, hogy 5,6% azok aránya, akik nem jelöltek meg felekezetet. Tehát, hogy a rendszerváltás után én magam még gyermekként azt tapasztaltam, hogy volt egy ilyen nagy ébredés. Olyan értelemben, hogy az emberek bátrabban megvallották a felekezethez tartozásukat, pont abból kifolyólag, hogy egy 40 évnyi rendszer nem engedte olyan értelemben megélni a hitéletet, mint ahogy azt ma megtehetjük. És aztán ez a hurrá lendület, az úgy folyamatosan még talán a 91-es után, a 2001-esen még kitartott, de utána, mintha folyamatosan apadni látszana. És ez nem csak azért, mert a mi közösségünk előregedő közösség, tehát vesztünk így is hívőket, de miért van az, hogy az emberek valahogyan mai korban a hitéletet már hátrébb teszik be dolgoktól? Én magam azt gondolom, és most behozok ide egy pszichológiai alaptételt, hogy aminek egy oka van, az gyakorlatilag nem történik meg. Tehát ennek is nyilván van többféle oka, de mint minden emberi kapcsolatban én úgy érzem, hogy egy idő után, akár csak hogyha a szerelmet nézzük, 3-4-5 év, és aztán újra kell írni, újra kell tervezni, újra kell olyan dolgokat belehozni, hogyha az ember fent akarja tartani a másiknak az érdeklődését, és elnézést, hogy ezt a példát hoztam, de hogy akár egy bármilyen csoportosulás létrejön, bármilyen szervezet megalakul, egy idő után ott érdemes újra gondolni a dolgokat, történéseket. Tehát nyilván a rendszerváltozás után nagyon sokakban élt az a fajta vágy, hogy amit addig esetleg titokban vagy megtűrve lehetett tenni, azt most szabadabban élhetjük át. Elkezdtek templomba járni, nagyobb számban emberek, és itt mindig nagy kérdés számomra az, hogy mit tud adni a helyi felekezet azoknak a személyeknek, akik oda mennek, illetve nyilván, hogyha most keresztény hitről beszélünk, akkor bármiféle dolgot, érdekességet megpróbálhatunk, tehát annak idején zöldfülű fiatalként az első templomkerti napunk az gyakorlatilag egy kulturális fesztivál volt. Az igazi ébredés, az ott áttörések, metamorfózis emberi életeknek az érdeklődése, megváltozása, vagy ahogy egy éppen Szeverényi János barátom, budapesti, magyarországi országos missziói lelkész szokta mondani, hogy, és teljesen tudok azonosulni ezzel a gondolattal, hogy lelkészként, és másodlagos, hogy katolikus, atya, evangélikus, vagy református, vagy baptista, metodista, én maximum fogékonyá és érdeklődővé tehetek valakit, esetleg a hit iránt, vagy Jézus iránt. Amikor mi nyilván bennem is végbe mentek különféle változások, de ezt követően, amikor például a templomkerti napokra olyan személyeket kezdtünk el hívni, akik a saját életükről tettek bizonyságot. Mondok egy példát, egy volt országgyűlési parlamenti képviselő, aki a déli határnál polgármester, és elmondta azt a ott lévőknek, hogy hogyan ment tönkre az élete, a házassága, a karrierje, minden. És amikor ezt hallja valaki, nem lelkésztől, nem paptól, akkor nyilván nagyobb fogékonyságot táplál magában. Egyébként pedig én azt szoktam mondani, hogy beszélünk templomokról, fogyásról, kiüresedésről, hogy a másik oldaláról közelítem meg egy ilyen szekularizálódó egyetemes értékeket máról holnapra megtagadni képes világban, hogy miért mennének az emberek. Érdemes ezt a kérdést a másik oldaláról, mert hogy néhány évvel ezelőtt egy kolléganő felháborodva mondta azt, hogy hát, hogy még karácsonykor sem mennek el a templomba. Mit kapnak otthon, mit kapnak az internet előtt, mit ad nekik a Netflix, mit kapnak élményszinten a világban, és ehhez képest nem csoda, hogy ez nem nyújt nekik, szeretném, ha ezt jól értenénk, nem nyújt nekik akkora élményt. Tehát mindenképpen én a lényeget, a fókuszt a személyes találkozásokra, kapcsolatokra helyezném, már csak abból is kiindulva, hogyha bármiféle közösséget, gyülekezetet építünk,
Jézus legkevesebbet volt a zsinagógában, vagy mondjuk itt templomban. A legtöbb időt a hajón, tóparton, csónakban, hegyen, a bűnös embereknek a házában töltötte, éreztetve azt, hogy itt van lehetőség felemelkedésre, változásra. Kapcsolódásra. Olivier? Csatlakoznék Bélához, mert minden, amit elmondott, az teljes mértékben érvényes. Egy másik dolgot is észre kell vennünk. Gyakorlatilag, amíg az emberek a hitéletre ilyen szabadidős tevékenységként tekintenek, addig egy olyan túlkínálattal találkozunk, akár kulturális, akár közösségi területen, hogy az egyházak ebben nem versenyképesek. Viszont ha a hitről és a hitéletről úgy kezdünk beszélni, mint egy lelki szükségletről, ugye mindenki szeret wellness hétvégékre járni, szereti magát jól érezni, és ennél próbáljuk meg megragadni ezt a kérdést, és ezt megfelelőképpen elmondani azoknak, akik tanúsítanak érdeklődést. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy kik azok, akik egyáltalán érdeklődést tanúsítanak az egyházi élet iránt. Egyáltalán valakiben felmerül-e a kérdés, hogy neki el kell menni templomba. Ne csak tényleg az ünnepekkor, hanem úgy egyébként. Mert ugye a hitnek az egyik legfontosabb építő eleme az ugye, hogy a hitünk az hallásból van. Tehát ez az otthon is imádkozom, meg az Isten szabad ege alatt imádkozom válaszok, ezek elég sekélyesek tudnak lenni. Uh-huh. Ez kimagyarázás? Hát nyilván meg a másik része meg el tudom mondani, hogy azzal is, tehát azt is látom, hogy egy család esetében mennyire nehéz logisztikailag megoldani tényleg egy vasárnapot, amikor mindenki dolgozik, meg mindenki szanaszéjjel van, tehát ez azért nem azt mondom, hogy ez enyhítő körülmény, de ez is egy objektív körülmény. Viszont igazából, ha hitelesen el tudjuk azt mondani, hogy miért is van szükségünk nekünk Istenre, miért van nekünk szükségünk hitéletre, és a másik fél ezt igazából érzékeli, meghallja, és megpróbálja ezt az életében apró pénzre váltani, akkor sikeresek lehetünk benne. De itt ne tömegekre várjunk, és ne legyenek túlzott elvárásaink. Szerintem az Úristenek sincsenek velünk szemben túlzott elvárásai, mert ha azok lennének, akkor mi itt nem ülnénk. Atya? Hát én két dolgot tennék még hozzá. Tehát én 48. évem megy a szolgálatba, kommunizmusban 13 évet működtem, átéltem a változást és a mostani helyzetet is, és akkor sokan mondják ilyen idősebbek, hogy hát bezeg a kommunizmus, ott tele volt a templom, és ez tényleg így volt Bőson is, és Várkony is tele volt a templom. És azt jött a demokrácia, hát nem az rontott el, hanem az, hogy akik a 70-es, 80-as években templomba jártok, azok olyanok voltak, akiknek a családjába, szülei, nagyszülei családjába még jelen volt az élő hit. Tehát ők még jártak mondjuk rendszeresen szentmisére, jártak hittanra is itt tovább, és ezt adták tovább a további generációnak. Mostani generáció olyan jár templomba, akinek már se az apja, se a nagyapja semmiben sem részesült, se hittanba nem járt, se semmi, tehát semmilyen plusz nem kapott. Tehát én is átéltem azt, hogy a 90-es évek elején volt egy ilyen eufória, és hát végül is eddig is jártak az emberek templomba, akik nem járhattak, azok elsőben azok voltak a pedagógusok, orvosok, akik valamilyen módon funkciót töltöttek be a pártalom, vagy esetleg tagjai voltak a kommunista pártnak, és ezeket a békjótól most megszabadulva, ez Dunaszerdáján éltem át, hogy egyre nagyobb számban jöttek ezek, és én magam is hívtam őket, hogy az Úr Jézus vár benneteket, gyertek, tehát nem azt mondtam, hogy ti köpenyek forgatók most aztán, hanem az Úr Jézus titeket is szeret, és akkor tényleg úgy megtelt a templom. De hát mostanra már úgy ez is elfogyott. És mostanra úgy van, hogy a lelkész urak mondták, hogy hát nem annyira attraktív az a vasárnapi istentisztelet vagy szentmise. A másik dolog, ami hát főleg a katolikus egyházra jellemző, hogy nem tudunk kiszakadni a népegyház gondolatából. Én abban nőttem bele, hogy népegyház van, tele a templom, a pap vasárnap prédikál, mindenki meghallgatja, következő vasárnap megint mindenki jön, és mindenki meghallgatja. Hát ennek már vége, de legtöbb pap, lelkész nem tud kiszakadni, legalábbis az én generációm egyáltalában,
mert máshol vannak kitörési pontjaim, ugye akár a cserkészet, ifjúság, gondozás, de saját plébániában ezt nem tudom megvalósítani. Nem talál kitörési pontot, hogy a népegyházat közösségegyháza alakítsuk át. És hát a fontos az lenne, hogy már kevesebbet legyünk a templomban, többet legyünk a közösségi házban. Tehát ezt még a fiatal lelkészeket is csodálkozom, hogy ti nem is éltetek a kommunizmusra. A kommunizmus úgy beszorított minket a templomba, hogy templomban lehet imádkozni, misézni, de kinn a társadalomban semmi jelene legyen a vallásnak. És a fiatal papok még mindig ebbe gondolkodnak. Hát nem tudom, hogy honnan szedték meg, ezt nem érték meg. Én ezt megértem, és hát génjeimben benne van, de hát ezen kellene változtatni, hogy kitörni a templomból, kitörni a népegyházból, és közösségi egyházat létrehozni. Mik a kitörési pontok? Ha szabad, akkor mielőtt válaszolnék, még rácsatlakoznék az előttem szólókra, elhangzottakra. Teológián szoktam mondani egy kis gyakorlati teológia tanítása közben, szoktam idézni Philippa Clarke-nak a Jézus a Tesco-ban című könyvéből, amelyben nagyon jól megfogalmazza, hogy régen az egyház úgy próbált befolyást gyakorolni a társadalomra, és úgy próbált elérni az embereket, hogy volt rangja, tiszte, presztízse, társadalmi befolyása, de azt írja, hogy az élet folyója közben olyan gyorsan kanyargott, hogy az egyház nem tudott lépést tartani ezzel a kanyargással, és beragadt az egyik kanyarba. Lemaradt. Igen, és ebben a kanyarban, ennek a kellemes közegéből kiindulva, ahol állóvízzé változott, megpróbáltak a saját szakzsargonjukkal, a kánaáni nyelvezetükkel, az ott maradt szokásaikkal kikiabálni a tó kellemes légköréből a folyókban úszókhoz, vagy folyókban lévőkhöz. És azt mondja, hogy, és ez már válasz a te kérdésedre is némileg, hogy az egyháznak újra fő áramlatba kell kerülnie. Tehát lehet, hogy fura lesz, amit mondok, én is szeretném, ha tele lenne a templom, és minél többek lennének ott, de azt tapasztalom, hogy ez személyes kapcsolódások nélkül nem megy. Tehát református vonalon én elég sokat mozgok Hollandiában, 35-ször voltam most, van egy testvérgyülekezetünk, és azt látom és tapasztalom azt, egyébként olyan helyen voltam Közép-Hollandiában, Woudenbergben, ahol a helyi gyülekezet a második templomát húzta föl. És ez a templom, ez egy hipermodern templom. Mentálhigiénis teremmel, külön teremmel presbitereknek, minden, amit el lehet képzelni, fogadóteremtől kezdve a kagylószerű imaszobán keresztül, mert hogy rengeteg fiatal költözött arra a városnak, illetve falu, mert nincsen kanális rendszere, 15 ezeres város a keleti részébe. És lent a templom alaksorában orvosi rendelők vannak, amelyben a saját orvosaik praktizálnak. Liften lehet lemenni egyébként, és volt egy kétnapos ottlétünk, amely során másnap egy gyülekezeti napot szerveztek, élménypedagógiai módszerektől kezdve a fiataloknak, egészen az időseken keresztül, és amerre a szemmel látott emberek voltak, személyek, gyermekek voltak, 4, 5, 6, 8 családos családok, gyermekes családok voltak, valami egészen fantasztikus, tehát ez nem egy fesztivál akar lenni, ez nem egy wellness kereszténység akar lenni, mert egyébként egy konzervatív gyülekezet, de megpróbálják otthonossá tenni azt, hogy a gyülekezeti légkörben tudjanak úgy a Bibliáról, a hétköznapi életnek a gondjairól beszélgetni, ahol erre megoldást is tudnak találni. És röviden annyit mondanék, hogy amikor mi ezt még a Covid előtt ugyanígy Felsőpatonyban megpróbáltuk, akkor külső jelzéseket kaptunk arra nézve, most ez alább maradt, ezt is el tudnám mondani, hogy ennek is több oka van. Nyilván ebben a történetben én is benne vagyok, hogy nem lehet mindig ugyanolyan hőfokon pörögni, és van, hogy az ember egy kicsit belefárad különféle dolgokba. De amikor mi ezt elkezdtük, és az evangelizáció volt a fókuszban, és színpadot építettünk, és öreg fiúk jöttek gulyást főzni, és tele volt az udvar személyekkel, és direkt nem lelkészeket hívtam. Tehát mondhatnám, hogy katolikus térféről említhetném akár Csókai András doktor urat is. Igen. Mert ha
elmondja azt személyesen, amit a YouTube-on is felvállalva elmond, hogy majdnem tönkrement az élete, a házasság és így tovább, és hogy hogyan adott erre Isten megoldást, és lehet hozzá kapcsolódni és személyesen beszélgetni, és nem azt mondják rá, hogy lelkész, ezért fizetik ez a dolga, akkor ez egy teljesen más történet. Azt is megkérdezném, mert ahogy említetted, hogy nem égtek mindig ugyanazon a hőfokon, ugye lelki vezetőként, hogy a kiégés, az eléri-e az embert, ha eléri, akkor olyankor mit tehet? Olivér, te egy mátyusföldi faluban szolgálsz gyakorlatilag két nyelven, de azért az egész evangélikus vonatkozás most mondhatni azért az ágendát, hogy nem fáradsz bele, vagy nem mondod azt, hogy eddig az én erőm, és most már innentől nem tudok mit hozzátenni? Bevallom őszintén, hogy találkoztam már, illetve hát átéltem magam is. Pontosan a különböző csalódások kapcsán, amelyek az egyházi életben értek. Uh-huh. Tehát ugye nyilván az ember a munkahelyén találkozik ezzel a leginkább, előfordulnak különféle árulások, meg egyéb dolgok. Nehezen viseled? Igen, nehezen viseltem, viszont olyan jó, amikor az Úristen az ember után nyúl, és ad neki egy újabb feladatot. És tehát nem úgy, mint munkát vagy munkahelyi kötelességet, hanem jön veled szembe, és nem tudod elkerülni. És voltak ilyen dolgok az én életemben is, tehát ami plusz szolgálatot jelentett, vagy éppen jött egy felújítás, vagy egy olyan alkalomnak a megszervezése, amiről én éppen nem is gondolkodtam, de azt viszont, amikor személyesen érzékelem azt, hogy fáradtabb vagyok, vagy akár a kiégés felé haladok, az emberben van egy ilyen egészséges, ösztönös erő vagy sugallat, ami azt mondja, hogy hé, azért jó lenne lassítani, és meg kell találni ezeket a pillanatokat. Viszont nem jó benne leragadni, ezt nem ajánlom senkinek se, tehát az élet semmilyen más területén, hanem még idejében el kell kezdeni keresni a megoldásokat arra, hogy hová is menjünk. És éppen ezért tudom azt mondani ennek a nagyon nagy rohanásban, vibrációban, meg stresszben élő mai emberiségnek, hogy ha másért nem, akkor azért fékezzen le és üljön be akár egy templomnak a hidegébe, vagy csendjébe, hogy ráébredjen arra, hogy milyen jó az a pillanat, amikor semmi más nem vesz körül, csak az a légkör, az a spirituális légkör, mert szerintem a templomaink évszázadokon keresztül ebből a célból is lettek kialakítva, és nekem egy ilyen nagy álmom az, hogy próbáljuk meg nyitottá tenni minden településen a templomokat. Mert mivel találkozunk általában? Általában zárt templom. Be van zárva a templom, valakinél ott van a kulcs, lelkésznél, jó esetben a kántornál, vagy a sekrestyésnél, de nekünk annyira szép és annyira magával ragadó szakrális tereink vannak, amelyekről sokszor a helyiek sem tudnak. Tehát milyen jó lenne egyszer tényleg, ha mindenki kipróbálna az életében. A másik dolog az, hogy nyilván felkészült ige hirdetők és lelki gondozók mellett meghallgatni azt, amit az a lelkész mond, és a harmadik pedig, még egyszer mondom, hogy ehhez szükséges egy igény is a hallgatóság részéről, kiszakadni csak az istentiszteletek rutinjából és elmenni olyan építőjellegű egyházi alkalmakra, amelyek adnak nekünk valamit. Tehát én itt evangélikus vonalon meg tudom említeni a felvidéki országos missziós napjainkat, már 17. alkalommal került rá sor az idén. Helyileg ez hol van? Minden évben máshol. Pont azért, hogy felhívjuk egy-egy gyülekezetre a figyelmet, meg megosztjuk egymás között a teendőket, de a tartalommal való megtöltése, ez 4-5 embernek a feladata, és azt tudom mondani, hogy ideig még mindig sikerült olyan alkalmakat szerveznünk, ami lehet, hogy nem tömegeket ért el, de egy-egy egyént megfogott, és utána átértékelte az életét, és megjelent a helyi közösségben. Atya, épp azt számoltam, hogy a papi pályája az gyakorlatilag a mi életkorunkkal megegyezik, tehát hogy ez a 48 év, hogy ez alatt azért a kiégés, ez mennyire érintette atyát? Hát a nagyobb kiégések nem voltak. Hát bennem is sokszor volt csalódás, akár a hívek részéről, akár egyházi vezetés részéről, de jó Istenem, még megbeszéltem, aztán megnyugodtam, és elfogadtam, hogy
ez az Úrnak az akarata, tehát akkor ezt kell tenni. Hát néha itt most a saját nyékvárkonyi közösségemben is látom, hogy néha 12-en vagyunk azon a szentmisén, 12 hölgy, meg én vagyok a legfiatalabb köztük általában. És ugye gondolkoztam, hogy érdemes nekik. Aztán ugye eszembe, hát ez a küldetés, ha ők jöttek, akkor ők a mi híveim. Ők az én híveim, velük kell foglalkoznom. Tehát ha Jóisten az időseket küldi hozzám, akkor biztos az időseknek szükségük van az én segítségemre. Tehát az ember elfogadja, hogy hát sokkal a kellemesebb ugye fiatalokkal foglalkozni, de idősen akkor ez az Isten akarata, most akkor ezt teszem. Azt gondolom, ez annyi témát fölvet, hogy ezt a beszélgetést, ezt nem tudjuk lezárni, ezt csak most megállítani tudjuk, és én biztosra veszem, hogy ezzel a mai beszélgető csapattal mindenképpen fogunk még egy kört futni bizonyos témákkal kapcsolatosan. Én minden esetre nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy mindenki a saját idejéből, az elfoglaltságai mellől, az elhívása mellől talált most ránk 50 akárhány percet, amit végig tudtunk beszélni, és ezt köszönöm is, és azt ígérni tudom, és természetesen a szándékot majd az itt ülők jelzik, hogy van-e kedvük ezt majd folytatni, de bizonyos témákat jobban górcső alá véve időszakonként vissza fogunk térni a sokszögbe lelki kérdésekkel foglalkozni, mert azt gondolom, hogy nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Istenben, de ezt a megnyugvást ezt nem az életünk befejezésében kell alapvetően venni. Én hiszem azt, hogy úgy, ahogy a menny, a pokol is itt már a körülöttünk lévő létben is megkezdődhet, tehát igazából a megnyugvás is, az Istenben megnyugvás is itt lehet. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki ma ehhez az asztalhoz ült, János atyának, Olivérnek, Bélának, tiszteleteseknek, és hogy ezt a mai 55 percet velem és a sokszög hallgatóságával töltötték. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettünk. Megtisztelő meghívást. Hölgyek, urak, a sokszög lelki kérdésekkel foglalkozó következő része, nem tudom, mikor fog elkövetkezni, de bizonyosan lesz. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Szép nyarat, vigyázzanak egymásra, és hallgassanak, nézzenek bennünket. A viszontlátásra.